pont ilyen házi verseny volt. Ott meg többet megnyertem. És mondta az edző, hogy maradjak ott. Időben mikor járunk most? 51-52. Leszoktam jönni minden nap, hogyha nem esik az eső, és addig, amíg nem fagy. A sportiskolának van egy futófolyosója. Mióta van ez a vírus, azóta nem lehetett bemenni. Komolyabb verseny nincsen, mióta van ez a vírus. Sajnos ki voltam tiltva a pályáról, úgyhogy május óta engednek csak be Covid miatt. És akkor hogy tetszett megoldani az edzést? Hát azért volt, amikor elmentem a Tüskésrétre. Tulajdonképpen 30 év óta versenyzek Magyarországon, akkor kezdték el ezt a szenyor versenyzést, olyan 80-as évek második felébe. Akkor még dolgoztam, és nagyon sokszor nem értem rá az versenyekre elmenni, meg hát tulajdonképpen nem is edzettem, csak edzés nélkül indultam el. Csak egy héten egyszer elmentem ilyen asszonytornára, ami jó volt annyiból, hogy nagyon lemerevettem az alatt, az idő alatt, még nem csináltam semmit. És így az segített a kilazolásba. Fiatalabb korában sportolt, ugye? Atletizált akkor is? Ja, igen. Milyen szinten? Megyei válogatott voltam, de hát az nem ért olyan nagy eredményt. Utána jött egy jó nagy szünet, ahogy tetszett mondani, igen, ugye? Igen, igen. És akkor hány évesen kezdett újra? 55. És ez mikor volt? 90-ben. Nem nehéz kiszámolni, hogy most Marika néni 85. 5 éves. Hát igen, jövő hónapban 86. Ennyi idősen hányan állnak még rajthoz szenior kategóriában? Hát Magyarországon nem áll senki. Külföldre kell menni. Külföldi versenyzők azok vannak. Tehát akkor mondhatjuk, hogy Magyarországon szeniorban, ebben a kategóriában az egyetlen. Igen, így van. Hát más sprinterben. Hát biztos, hogy ilyen országúti vagy valamilyen ilyen lassú futásban vannak idősebbek, azt nem tudom. De hát én az utcán nem szeretek futni, nem is futottam még sose. Milyen távokat tetszik futni ezeken a versenyeken? Hát én csak most már 100 métert, vagy maximum a 200-at. Régebben azért még volt, hogy a 400-at is lefutottam. Az ember minél idősebb, annál lassúbb. És itt tulajdonképpen, hogyha ugyanazt megfutjak, mint az előző évben, az már eredmény. Most a hétvégén lesz egy verseny Gyulán. Ez a futócipő, Marika néni? Igen. Ebbe tetszik futni mindig? Igen. Hát ez, ennek már le van jó kopva a szöge. Volt néhány évvel ezelőtt egy komolyabb verseny, és a Senior VB, jól tudom? Igen. Mondjuk a 2006 az Linzben volt. Az már elég régen. Mondom, legalább nem felejtem el, hogy ott második voltam. Ez a legjobb eredmény? A világbajnokságról, igen. Hát Európa-bajnokságról ott sok második, meg harmadik helyen van. Pajzsmirigyem beteg lett, és akkor nem is tudtam futni fél évig. Utána kellett visszajönnöm, azért az nagyon lelassított. 2015 környékén? Igen. És most rendbe tetszik lenni, Marika néni, meggyógyult? Hát olyan, hogy ez nem gyógyul meg, csak gyógyszert kell szedni, és ezt beállították. Úgyhogy ezt reggel avval kelek, hogy be kell szednem a gyógyszert, és akkor fél óra múlva lehet reggelizni. De úgy néz ki, hogy ez így most jó. Mit szól a környezete, család, ismerősök, hogy Marika néni jön minden nap, és itt fut ennyi idősre? Mit szólnak? Ja, hát azok csodálkoznak, megmondják, hogy hát én hogy tudom ezt csinálni, mert hogy ők még csak lépni se tudnak, meg lehajolni se. Lehet, hogyha nem csinálnám, én se tudnám. Nagyon sok fiatal nem mozog. Ez nagy baj. Csak nyomkodják a telefonjukat. És azt nézik. Mindenkinek mondom, hogy ne edzen ennyit, de legalább mozogjon, legalább egy párszor, egy héten. Az unokám az most jött ide éppen kosarazni. Most kitalálta, hogy ő azt fog csinálni. Hát remélem, hogy eddig még tetszik neki, hogy nem unja meg. Egy unoka van? Igen. Mindig azt szoktam mondani, hogy otthon délelőtt háztartási alkalmazott vagyok, mert hát az otthoni dolgokat
a takarítás, meg a főzés, ilyesmi. Ezen kívül és kedvenc elfoglaltság? Hát ebéd után akkor leszoktam ülni, akkor vagy olvasok, vagy rejtvényt fejtek az edzésig.